Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megszentelő közösségében. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és mondjunk rövid imádságot. Köszönjük neked, Urunk, azt a hetet, amelyet elkészítettél, hogy igéd által megszólíts bennünket, s akit kell, bátoríts, akit kell, megújíts, aki pedig keres, azt elhívd magad számára. Szeretnénk sok áldásban részesülni a te szeretetedből és kegyelmedből. Így jövünk hozzád ezen az estén, hogy kérjük tőled az áldást, hogy felé nyújtsuk kezünket, és kopogjunk nálad, Urunk, nyisd meg a te tárházadat, és ajándékozz meg bennünket kegyelmedből. Urunk, áld meg ezt a mostani alkalmat, hogy imádságaink által valóban szolgálhassunk neked, és áld meg ezt az igei tanítást is, hogy tőle jövő élő üzenetként hangoljon felénk. A te szavad, az élő víz, abból merítsünk ezen az estén. Maradj így velünk, áld meg együtt létünket a te kegyelmedből. Amen. Szeretett testvéreim, én a mai nap két igét hoztam. A evangélikus útmutató van a kezembe, minden nap előveszem, és azokat a rövid igéket elolvasom az evangélikus útmutató szerint is. És mikor reggel elolvastam ezt a mai két igét, úgy gondoltam, hogy ezt a két igét hozom el erre az alkalomra is. Az egyik ige Habakuk próféta könyvében található, írva a 3. fejezet 18. verse, amely eképpen szól: de én vigadozni fogok az Úr előtt, vég örömre indít szabadító Istenem. A másik ige pedig Lukács evangéliumában található, írva a 10. fejezet 20. verse, amikor Jézus Krisztus azt mondja az övéinek: annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Az evangelizáció témája az utolsó idők jeleiről szól. Az evangelizáció az utolsó időkre utal. Mintha már a jelenlegi eseményekből sokan azt vonnák le, hogy elérkezünk az utolsó időkhöz, hiszen pandémia volt, járvány volt, békétlenség van a világban, háború van, és ilyenkor az emberek azt gondolják, hogy most már közeledik a vég, hiszen Jézus Krisztus is hasonlókról beszélt, nyomorúságokról, háborúságokról. És hogyha ez így van, hogy valóban az utolsó idők jelei mutatkoznak meg, akkor hadd mondjam azt, hogy ez egy jó hír. Ez egy jó hír, mert ez azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus közel van. Az Isten fia közelít. És aki csak megtért, aki az Úrral együtt éli az életét, mind azt várja, hogy Jézus visszajöjjön. Hogy elhozza az ő királyságát, elhozza az ő országát. Mindazt, amit megígért, megkapjuk tőle. Egy mennyasszony az nem csak akkor örül, amikor eljön az esküvőjének a napja, és érte jön a vőlegény. Nem csak akkor örül, hanem már hetekkel előtte lázasan, boldogan készül, mert a legszebb akar aznap lenni. Mindent hetekkel előre már készít, hogy a lehető legszebb lehessen azon a napon, amikor eljön az esküvőjének a napja. Én még olyan mennyasszony nem láttam, aki hetekkel előtte ne lenne boldogan bezsongva, hogy közeledik az a nap, és ne ezt töltené be minden gondolatát. Ne ezzel foglalkozna. A Szentírás is használja ezt a képet, tudjuk mindannyian, ezt a hasonlatot. Hogy mi egy mennyegzőre vagyunk hivatalosak. Mi egy mennyegzőre megyünk. Ráadásul, hadd mondjam így, a sajátunkéra. Hiszen Isten népe, mi leszünk a mennyasszony. Az ékes, az ünnepelt, a szeretet, a megbecsült, a becses.
És éppen ezért elképzelhetetlen, hogy Isten népe ennek ne örüljön, hogy ne várja boldogan azt a napot, ami az utolsó idők után jön, azt a napot, amikor visszajön Jézus Krisztus. Utolsó idők? Azt mondja erre Isten népe, hagyj jöjjön, mert akkor jön maga Jézus Krisztus is. Akkor jön maga az Úr. Azt mondja a próféta az igében, amit felolvastam, hogy én vigadozni fogok az Úr előtt. Víg örömre indít az én szabadító Istenem. Mint azt mondaná, hogy én táncolni fogok. Én énekelni fogok az Úr előtt. Mert amit Isten tesz, amit Isten akkor cselekedni fog, ezt az örömöt fogja belőlem kiváltani. Hogy egyszerűen nem tudom magamban tartani az örömöt. Vigadozni fogok, újongani fogok. Nem a sok csapásra gondoljunk, a nyomorúságra, az ítéletre, amely az utolsó időkben bekövetkezik, meg az ítéletkor eljön. Nem ennek örül a próféta, nem ennek örül Istennek a népe, sőt, tudva azt, hogy sokan lesznek körülöttünk, akiknek szólt az Úr, és mégsem fogadták el az ő meghívását. Sokan azok közül, akiket szeretünk, szomorúak lehetünk amiatt, hogy nem volt a szívükben hely az evangéliumnak, és nem fogadták be az Úr Jézus Krisztus. Mi nem ennek örülünk, ezeknek a nyomorúságoknak, a nehéz időknek, hanem Isten szabadításának. Isten szabadításának. Annak örülünk, ami az ő népére, és többek között én rám is vár, ha valóban az Úr Jézus Krisztus gyermeke vagyok. Tehát ebben a körben úgy gondolom, talán mindannyian bizonyosak vagyunk erről, hogy az Isten gyermekei vagyunk, megváltott gyermekei. Már annak örülhetek, ami ránk vár. Mert amikor eljön Jézus Krisztus, akkor leszek teljesen szabad. Amikor visszajön erre a világra, és én az ő kegyelméből mehetek hozzá, bemehetek az ő királyságába, bemehetek az ő országába, akkor leszünk teljesen szabadok. Szabadok mindattól, amit a bűn hozott az életünkbe. És amíg mi itt vagyunk ebben a földi életben, addig ezzel küzdünk, ezt hordozzuk magunkkal. A mulandóságot. Hogy egyre jobban megyünk, közeledünk a halál felé, ha csak Jézus vissza nem jön, és el nem ragad bennünket. Hogy egyre erőtlenebbek vagyunk, és nem tehetünk ez ellen semmit. Hogy megőszülnek a hajszálaink, hogy egyre rosszabbak a szemeink, egyre rosszabb a hallásunk. Az a romlottság, ami ugyanúgy a bűnnek a következménye, hogy sok gonosz gondolat van még mindig bennem, amivel meg kell küzdenem, az a megkötözöttség, ami sok embernek az életében ott van, hogy nem tudunk szabadon örülni, hogy nem tudunk szabadon szeretni. Sértődések, bántások, csalódások, sokszor még megkötöznek bennünket, és nehezen tudjuk ezeket levetni. Rossz szokások, szenvedélye, az az óemberi természet, amit hordozunk magunkkal, és újból küzdeni kell ellene, hogy ne legyen erősebb, hogy ne uraljon el bennünket. Az a testi és lelki kén, amit átélhetünk, azt mondja az ige, hogy mindez akkor vétetik el. Ha visszajön Jézus, ha megyek hozzá, és kapok egy tiszta, egy boldog és egy örök életet Jézus Krisztussal. Ha visszajön az Úr, és magához hív bennünket, mert az övét magához fogja hívni, akkor lesz teljes a szabadítás. És ennek ne örüljek. Ennek, amit az Isten tenni fog, amit Jézus Krisztus nekem adni fog. Hát mit gondol az a vőlegény, aki boldogan készíti az esküvőjének a napját, és azt látja, hogy a menyasszonya nem örül, boldogtalan, mit gondol? Azt, hogy lehet nem is szeret. Ha nem vágyik arra a napra, lehet, hogy nem is szeret. Mit gondol rólunk az Úr?
hogyha nincs bennünk öröm, hogy visszajön, hogy nincs bennünk váradalom, hogy visszajön. Azt mondja Habakuk próféta, minden okom megvan arra, hogy örüljek. Hogy örüljek az Úr előtt. Hogy vigadjak az Úr előtt. Mert tudom, hogy mi vár rám, mert tudom, hogy mi fog bekövetkezni az életemben, és én örülni fogok. Minden okunk megvan arra, hogy örüljünk az Úr előtt, és örüljünk a világ előtt. Mert a világnak is el kell mondani, hogy mi vár azokra, mit készített el Jézus azoknak, akik benne hisznek. És ha tudnák sokan, hogy mi vár rájuk, azokra, akik az Úréi, talán szomjaznának arra, hogy övék legyen ez a drága kincs. Csak sokan nem ismerik, sokan nem tudják. Azt mondja a próféta, én tudom, és én vigadozni fogok. Örömre indít engem az én szabadító Istenem. De hát az utolsó idők nyomorúságai is ott vannak. És ha azokban lesz részünk, ha azok a nyomorúságok utolérnek bennünket. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb nyomorúságokból kimenti az Úr az ő népét, hiszen lesz elragadtatás. Ketten őrölnek a malomban, az egyik felvétetik, a másikot hagyatik, felvétetik, elragadtatik, aki az Úré, kimenti őt a legnagyobb nyomorúságokból. Isten nem enged bele a legnagyobb nyomorúságába bennünket, akik az övé vagyunk, a mennyasszonyát, az ő népét. De az utolsó napokban felerősödik a sátának a támadása, és Isten nép ellen, erről világosan beszél Jézus Krisztus, hogy sok fájdalmat fog okozni a gonosz. Hogy nagyon sok fájdalmat kell elhordoznia Isten népének. És amikor ezek a fájdalmak, ezek a nyomorúságok bekövetkeznek a mi életünkbe, hogy tud az ember örülni? Hogy tud az ember vigadozni? Amikor meghurcolják a hitért, amikor meggyalázzák a hitért. És itt hozom be a másik igét, amit Jézus Krisztus mondott az övének, ti annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. Akkor is, hogyha úgy érzitek, hogy nagy teher nehezedik rátok, akkor is, ha úgy érzitek, hogy nagy rosta alatt vagytok, soha ne felejtsétek el, és annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. És ez nagyon fontos, hogy hol van felírva a neved? A mennyben. A mennyben. Az Isten országában. És ez azt jelenti, szeretett testvérem, amit Jézus Krisztus mond, hogy nem vagy elfelejtve. Sose gondold azt, fel van írva a neved. És akármi történik, akármilyen nehézségeken menj is át, ne felejtsd el, nem vagy elfelejtve. Ott van a neved. Az Úr előtt, az Úr Jézus Krisztus előtt, ott téged számon tartanak, mint az Úr tulajdonát. Ott rád számítanak. Ott van a helyed. Oda tartozol, oda van felírva a neved. Vérrel, Jézus Krisztus vérével. És amikor eljön az ideje, amit az Úr szab meg, akkor eljön érted, és hazavisz. Hazavisz. Soha ne felejtsd el. És azt is elmondja az Úr, hogy ő fog eljönni. Elmegyek, és ha majd elkészítettem a helyet, visszajövök, értetek. Visszajövök, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ő fog eljönni. A nevetek fel van írva a mennybe. Abban a pillanatban oda került a neved az életkönyvébe, mikor átadtad az életedet az Úrnak, mikor megtértél, mikor újjászülettél. És a gonosz lehet, hogy rostálni fog, még dühöttebben támadni fog, az utolsó időkben mindent elkövet majd Isten népe ellen, és lehet, hogy ennek te is részese leszel.
Jézus felkészíti az övét, de a nevetek már ott van, a mennyek országában. És a nagyon nehéz dolgokat élsz át, a nyomorúságok is érnek. Írd fel te is magadnak. Írd fel láthatóan, hogy a nevem fel van írva a mennyben. És legyen ott mindig előtted. És adjon neked ez erőt. És adjon neked ez vigasztalást. Mindenből adjon töbletet, amire szükséged van, hogy az utolsó időkben elhordozd, amit el kell hordozni. De ha jönnek is nehézségek, hagyj jöjjenek, mert jön Jézus is, a vőlegé. Eljön a mennyasszonyért, eljön az övéért, eljön te érted, hogy hazavigyen, és teljesen megszabadítson téged. Olyan jó lenne, ha az az öröm lenne bennünk, ha erre gondolunk, amiről itt Habakuk beszélt, hogy én vigadozni fogok az Isten előtt. Már most örülni tudok ennek, amit Isten megígért, és amit Jézus elkészített számomra. Én kívánom azt, hogy ez az evangelizáció nyitogassa a szíveket. Nyissa meg a szíveket arra, hogy befogadják, igen, el fog jönni Jézus. És ez két dolgot jelent. A bűnösöknek ítéletet, a megtérőknek örök életet. Kívánom, hogy Isten úgy munkálkodjon ezen az evangelizáción, hogy legyenek, akik szívükre veszik az igét, és megtérnek az Úrhoz. Akik már nem félnek az utolsó időktől, hanem várják vissza az Urat boldogan, örömmel, mert tudják, azok az utolsó idők egyszer véget érnek. És utána csak marad Jézus királysága. És akiknek a neve fel van írva az élet könyvébe, a mennyek országába, azok mind ott lesznek. Áldja meg így Isten ezt az evangelizációt. Adja meg nekünk az imádságnak az erejét, hogy tudjunk ezért így imádkozni, és tudjunk arról bizonyságot tenni, akik már valóban az Úré vagyunk. Hogy az utolsó időktől mi nem félünk, mi várjuk, mert jön Jézus. Ezért élünk, hogy az övé lehessünk itt is, ott is, örökkön örökké. Lássák meg ezt sokan, és tudjanak így dönteni az Úr Jézus Krisztus mellett. Áldjon meg bennünket így a mindenható Isten. Áldja meg ezt a ma esti ima közösséget, és az előttünk lévő egész evangelizációt. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és mondjunk rövid imádságot. Urunk, azt kérjük tőled, hogy ennek a két igének élő üzenete a szívünkbe vésődjön. Töltsön el bennünket örömmel az a szabadítás, amit te készítesz a tieid számára, hogy a te országodba bemehetünk, és teljesen szabadok leszünk, hogy a te országodnak szeretett vendégei lehetünk, örökösei lehetünk. Hadd tudjunk ennek örülni, ha csak erre gondolunk, és ezt töltse be, Urunk, a szívünket minden nap. És az az ige is, amit mondtál, Jézus Krisztus, örüljetek annak, hogy fel van írva nevetek a mennybe, legyen mindig előttünk, hogy akármi jön, még ha az utolsó idők nehézségei, támadásai is érnek el bennünket, ez az ige, ez a mondat, adjon nekünk erőt. A nevünk fel van írva a mennybe. Számon vagyunk tartva, nem vagyunk elfeledve. És te haza fogsz bennünket vinni. Úr Jézus Krisztus, könyörögve kérünk. Ezt a lelkületet erősíts meg bennünk.
Áld meg a mostani ima közösséget, és az egész hetet, az evangelizációt, neved dicsőségére. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak ereje, a Szentlélek békessége legyen és maradjon mi velünk most és az örökké valóságban. Amen.